mint annyi minden, ez se értjük, nincs semmi baj, ne is kérdezősködünk. A lebek, hát lebek, nagy dolog, mi is jövünk. Hát rég megyünk, innen neki buthatunk, próbálkozunk, vajon éppen nekünk még ne lenne. Tényleg, hogy repül. Megköszönjük, hogy itt voltál ma, és egy kis plakettot átadjunk, hogy van már kutyások napja, és nagyon szépen köszönjük a fellépésedet, nagyon jó? Nagyon kedves vagy, és nektek is, neked is nagyon-nagyon és nagyon nagy tapsot Vince Lillának köszönjük, és köszönjük azt a munkáját, amit hosszú évek óta az állatvédelemben végez, hiszen ilyen neves közéleti sztároknak az üzenete azt hiszem nagyon sokat jelent számunkra, és köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon kedves vagy, Márta, és nektek is nagyon köszönöm. Parancsoljuk. Halljuk, közben mi történik? Szaktanácsadót adunk a gazdinak, mert ez egy baba amerikai cocker, akinek az arcúri részénél abszolút nem kellene szőrnek lenni, hiszen eleve zavarja a látást. Illetve a fülkagyló járatánál nyírtuk ki, hogy szellőzzön egy kicsit, mert nagyon meleg van a mai nap. Fontos az, hogy egy otthon tartott kutyus is jól legyen ápolva? És mikor célszerű kutya kozmetikushoz fordulni, csak akkor, ha baj van? Én azt szoktam javasolni, hogy lehetőleg még a kutya megvásárlása előtt menjünk el egy kutya kozmetikába, és mérjük fel, hogy milyen költséges, és mennyi időt kell arra szánnunk, hogy ezzel a kutyával bánjunk. Nagyon sokan úgy választanak fajtát, hogy nagyon aranyos, de nem tudják, hogy mibe kerül, nem csak az állatorvosi költség, hanem maga a kozmetikai költség is igencsak borsos a mai napokon már. Spanitások már második alkalommal vannak itt az Ebogatta napon. Miért gondolod, hogy fontos ilyen rendezvényen megjelenni? Nagyon sok gazda, mint most is jellemző, tehát az első kutyások általában nem tudják, hogy mit kell tenni a kutyussal, és legalább akkor első kézből kapnak információt. 15-20 éve vagyunk a szakmában, és próbálunk segíteni. Hiszen ti voltatok az első csapat, akinek a körülményei beértek vissza az Ebogattához, és hihetetlen mit műveltetek itt. Miért fontos ez egy baráti körnek? Hát elsősorban azért, mert egy olyan fajtával foglalkozunk, ami Magyarországon még kevésbé ismert, illetve elég sok tévhit kering a fajtáról hazánkban, és hát ugye ezeket a tévhiteket szeretnénk mi élőben eloszlatni az emberek fejéből. Igyekszünk kiállításokon minden alkalommal, hát nem hasonlóképpen, de mindenképpen nagyobb létszámmal fölvonulni, felhívni a figyelmet magunkra, és hát oda csábítani embereket, és a fajtát ismertetni élőben. Mondjuk el akkor, kik vagytok, és hány tagotok jött el körülbelül ide, és melyik a fajta? Hát mi a Staffordshire Bull Terrier baráti társaság vagyunk, és egyesületi formában működünk. 2007-ben alakultunk, tehát egy nagyon fiatal egyesületről van szó, de hát reméljük, hogy annál hosszabb életűek leszünk, és nagyon sokáig tudjuk a fajtát népszerűsíteni. Nagyon szerettük volna népszerűsíteni a fajtát, hiszen egy fantasztikus fajtáról van szó, egy 800 éves fajtáról, egy igazi társasági kutyáról, aki bátran ajánlható idősnek, gyereknek, bárki mellé, nagyon jó terápiás célra is, és tényleg hihetetlen családi kedvenc tud lenni. Kik vagytok, honnan érkeztetek, és ki tartozik még a Cavalier baráti körben állatok? Mi Erdő 2-esről érkeztünk, én Petrányiné Jurko Edit vagyok, a Pearl of England-től, és Usher Márti tartozik még a baráti körhöz, meg még egy sokan mások, akik most jelenleg
Fehérváron vannak kiállításon. Célunk az, hogy megismerjék a spiccet és a szánhúzó kutyafajtákat, részint itt a sport vonalon a szánhúzókkal, valamint vannak menhelyeink is, a spicclubnak is, meg a szánhúzóknak is, akiknek próbálunk adományt gyűjteni, és hát hoztunk ki képeket, hogy kik fogadhatók örökbe. Miben tudnak segíteni? Főleg adományban tudnak, akár tábban, akár hoztunk itten gyűjtőkosarat, egy malamutunk is itt sétál, a fajtatásainak keres támogatást. Köszönjük szépen! Fogadják nagyon sok szeretettel Medvec Ilonát! Kezdjét csókolom művésznő, üdvözlöm itt a rendezvényünkön! Üdvözlöm Önt is és mindenkit! Hogy hívják őt? Mister. Ő Mister. Nagyon jó idegrendszere van egyébként. Igen, és ezen én is csodálkozom, mert tulajdonképpen ő kerti kutya, és soha nem szokott lenni kutyák között. Nagyon-nagyon szépen ül, áll, fekszik, és szót fogad, de az, hogy ennyi kutya között legyen, és leginkább húva spitizzen, ezt nem is tudom, hogyan csinálja, soha nem szokta. Ez a Magyar Ettenyésztők Országos Egyesületének a díja, a Hungária Kuvasz Klubnak az érme, és a hátuljára az van, hogy Medvec Ilonának, aki a Kuvasz nagykövete, és egy 2007-es emlékérem. Az igazság, hogy én 45 éve kuvasz tartó vagyok, és pontosan ezért védem a kuvaszokat teljes erőmmel, és amennyire lehet, próbálom felszínen tartani. Mindenkit szeretettel üdvözlök még egyszer, és ne éljenek kutya nélkül. Nagyon szépen köszönjük, művésznő. Viszontlátásra. Hello, Mister! És most lássuk, miért nem érdemes ebbe a párosba belekötni az utcán. Ha nem Péter, nem érni, hogy ilyen. Mi van? Nem fogod meg? Mi van? Mi van? Hogy mutassam be először a hölgyet, ugye az urak megengedik, a Fresznapnak a képviselőjét. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, nagyon köszönjük a meghívást. Én azt gondolom, mi, akiknek a profiljunkba vág itt a helyünk, nem csak a felvilágosítás, hanem az embereknek különféle olyan programokat biztosítsunk, ami a négy lábúval együtt történhet. Azon kívül még, amit én nagyon szimpatikusnak és nagyon örülök, hogy ez így történt ezen a rendezvényen, hogy itt lehetnek azok a sok-sok menhelyek, képviseltethetik magukat, és nagyon sokan megismerhetik, képet kaphatnak arról, hogy ők hogy dolgoznak,
illetve ha úgy döntenek, hogy egy négylábút szeretnének, akkor a sok menhely közül választhatnak is, hogy hova menjenek. Ezt is azért vagyunk itt, mert a tavalyi rendezvény nagyon jó sikerült, és ez úgy néz ki, hogy rendezvény még jobb lesz. A másik az, hogy ilyenkor döbben az ember telepon mennyi kutya van ebben az országban, akár egy kis kerületben is, csak körülbelül nézni, hogy hány ember hozzal a kutyáját, és azért jó ezzel a termékkel foglalkozni, mert gyakorlatilag az országban van 2 millió normális élőlény, ez a 2 millió kutya, a maradék az nem biztos, és legalább ő nekik tudunk egy kis jó tápláléket biztosítani. A hölgy után már nem sok mindent fog mondani, mert a filozófia részt azt végighallgattuk, tehát azt mondom, kívánok minden egy jó, sikeres kiállítást, és hajrá, keverék kutyát! Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdést feszegetjük, hisz Magyarországon tudjuk, hogy mint mondta a kollégám is, hogy 2 millió kutya van. Ezt megnézzük Európa szinten, és az országnak a lakosságához viszonyítva, hát ott vagyunk az első 4 között. Ebből azt következik számomra, és azt gondolom, hogy igenis állatszerető nép vagyunk, ezt tudják Európában is, és ezt meg kell erősítenünk. És itt a jelenlevő létszám is ezt mutatja, hogy ezekre a rendezvényekre igen nagy igény van. Itt egy valamit meg szeretnék említeni, itt a cégek közötti összefogás. Ez is azt mutatja, hogy a cégek is átlátják ezt, és mindenképpen köszönettel tartozunk azoknak a szervezőknek, akik ezt átlátva össze tudják fogni ezeket a cégeket. Rajtunk nem múlik. Sok ilyen rendezvényt szeretnénk, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek hasznos. Kedves nézőink, kérek egy nagy tapsot most önöktől, és jelképesen köszönjük meg valamennyi cégnek, aki a mai napon támogatott bennünket, és ígérjük, hogy továbbra is igénybe fogjuk venni a segítségeteket, és nagyon szépen köszönjük. Nézd, Tamás, hogy mennyi ajándékot tudtunk összegyűjteni a felajánlók jóvoltából. Rengeteg rossz feleség vannak ezek az asztalok. Az első szépségverseny a hobbi kutyák kategóriájában lesz. De mi is az a hobbi kutya, Tamás? A hobbi kutya azt jelenti, hogy elméletben vagy elvileg fajta tiszta kutya, de nem rendelkezik származási lappal, azaz törzskönyvvel. Most még azért szeretném elmondani önöknek, hogyha netántán úgy hozná a sors, hogy nekem nem nagyon tetszik egy kutya. Persze mindegyik tetszik, de azért a szebbek között is vannak legszebbek. Ne keseredjenek el, mert itt az asztalon ajándékok várják önöket, és minden egyes nevezőt meglepnek a szervezők ajándékokkal. Akkor csináljunk úgy, mint egy igazi kutyakiállításon, önök sem igazi kiállítók, én meg aztán pláne nem vagyok igazi küllembíró, de próbáljuk meg úgy, mintha egy igazi kutyakiállításon lennék. Na, indítsuk is el akkor ezt a kört. Hát vezesse a sort akkor a dog, az afgán agár, a retriever, utána a Bedlington terrier, német juhász, jöjjön a Bernie pásztor, a német juhász, a dalmata, aztán a retrieverek. Nekem most ebből a mezőnyből kell választanom. Kérném szépen akkor a marad benne a Bedlington terrier, a Bernie pásztor. Ide gyertek mellé. A Pumi. A Pumi is ide. Természetesen a tibeti terrier. Tessék ide jönni mellé. Ez izgalmas várakozásra felni pillanat. Mondd, a bordói dog nem tetszik neked? Nem befolyásolhat? Most egyet szabad még választanom, és a bordói meg az afgán agár között hezitálok. Őt. Őt. Jó, a többiek, köszönöm szépen, fáradjanak az ajándékért. Gonna be alright. Gonna be alright. Gonna be, gonna, gonna, gonna.
love, you know. It's all love. From I and I to everyone. Köszönjük mindenkinek a részvételt. Tudják, egy verseny az verseny, de itt ma senki nem marad ajándék nélkül. Egyébként ez nem jelenti azt, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Márti, ez nem jelenti azt, hogy a többi kutya nem volt szép, de hát egy szépségverseny az mindig szubjektív, úgyhogy nekem most ők tetszettek legjobban. Megnéztem, akkor kérem szépen, hogy jöjjön ide a körbe a Mox, a Cavalier, a Pacsit kérem szépen, és a Cocker Spanielt. Köszönöm szépen a többieknek, külön díjammal kezdeném. Számomra a legelegánsabb kutya és a legelegánsabb felvezető az a Cavalier King Charles Spanielnek a gazdája. Tessék szíves lenni. Köszönöm szépen, gratulálok, minden jót kívánok, és csak nevelgesse, szeretgesse, kozmetikázza a kiskutyáját. Nekem a harmadik helyezett a Bedlington Terrier. Tapsoljuk meg! Második helyezett az Ibizai Kopó. Ő a második helyezett a szépségese. Kérem szépen, hogy ide tessenek már felállni, jó? Ide jön a második helyezett, az Ibizai Kopó, tessék idejönni. Szembe a kamerával. Ide szépen megállítjuk a kiskutyát, letesszük a kupát, úgy. Harmadik helyezett. Mellé állítjuk a kiskutyát, arrébb. Mert ide fog jönni az első helyezett. Nagyon szép a Berni Pásztor, gyönyörű a Malamut, a Mops is nagyon édes, a Tacskók külön szám, a magyar kutyák gyönyörűek, a Cocker Spaniel sem túl fiatal, viszont nagyon szép. Bocsássák meg nekem, első helyezett a Tibeti Terrier. Gratulálok, illetessék szíves lenni jönni. Gratulálok a kutyáikhoz, gyönyörűek voltak. És itt pedig készítünk még egy fotót. Szevasz, Balú!